Kedves nézőink, kérjük, kapcsolják ki mobiltelefonjaikat. Köszönjük. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tisztelettel köszöntjük a kedves megjelent közönséget, városunk lakóit. Köszönjük, hogy eljöttek, és a járvány, valamint az ezzel járó nehézségek ellenére együtt ünnepelnek velünk. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra. Kérjük, hogy a biztonsági előírásokat tartsák be, hogy megőrizzük egészségünket, és a színház minél tovább nyitva maradhasson mindannyian kedvére. Köszönjük együttműködésüket. Szeretettel köszöntjük körünkben dr. Keresztes László Rólánt, országgyűlési képviselő urat. Szakás László országgyűlési képviselő urat. Köszöntjük Komlóváros polgármesterét, Polics József urat. És kérem most elsőként hallgassák meg városunk polgármestere, Polics József ünnepi köszöntőjét. Csókolom, jó napot kívánok! Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! Nem csel szövény szerezte a hazát, e hazáért nem csalni, tenni kell. Valotta Vajda János. A mai nap, amikor nemzetünk egyik nagy pillanatára az 1956-os események hőseire emlékezünk, nem ok nélkül jutottak eszembe hajdani márciusi ifjak egyik vezér alakjának útmutató gondolatai. A forradalom és szabadságharc ismert
és oly sok ismeretlen hőse nem kételkedett cselekedetük helyességében, a tenni akarás hajtotta őket. A mindent elsöprő félelmet nem ismerő szabadságvágy egységbe kovácsolta a magyarságot. Igen, az 1956-os hősök jól tudták, mekkora kincs a szabadság. Akkor és ott e kis magyarság Európa szívében azt mondta, elég volt. Elég volt a padlás lesöprésből, a kötelező beszolgáltatásból, a félelemből, az idegen elnyomásból, a besúgó rendszerből, az AVH-ból, a nemzeti jelképeink sárva tiporlásából, elég volt a zsarnokságból. Őrkény István ekként emlékezett vissza egy csodás napra. Légy mindörökké olyan, mint ma vagy Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye Budapest. Légy vendéglátója a világ minden nemzetének, de ne tűrj meg többé megszálló hordákat, idegen zászlókat e megszentelt falak között. Az októberi forradalom világrengető ereje abban rejlett, hogy az egyéni érdekek helyett a közösség került a középpontba. A forradalmárok a függetlenségért, a szabadságért vállalták, hogy egy irányba indulnak el az őszinte összefogás útján. A nemzeti függetlenség és a társadalmi rend demokratikus felépítése, ez a magyarság vágya, fogalmazta meg a legfőbb törekvést Tamási Áron. Nem féltek még a velük szembe forduló tankoktól, a túlerőtől, a megtorlástól sem. Életüket és vérüket is képesek voltak feláldozni a nemzet szabadságának oltárán. Tisztelt ünneplő közösség! Sokszor elgondolkodtam már azon, vajon a mai kor értékvesztésének lehet-e az oka a készen kapott szabadság. Ne feledjük, gyermekeink, unokáink már egy szabad, demokratikus világban nevelkednek. Egy olyan országban, ahol szólásszabadság van, ahol a rendszer kritikusainak nem kell a megtorlásoktól tartaniuk. Szerencsére nekik már nem kell megküzdeniük, életüket kockáztatni a szabadságért. Igen, ők a szabadságot örökül kapták. A szabadság manapság már életünk vele járója, olyan, mint az élet bármelyik legalapvetőbb eleme, mint például a víz, vagy a levegő. Természetes, hogy van, épp ezért csak a hiánya tűnik fel. Ahhoz azonban, hogy értékelni tudjuk egy drága, mindennapjainkban velünk élő kincset, ismernünk kell múltunkat. 1956 hősei, tanúi közül sajnos egyre kevesebben vannak már közöttünk. A rendszerváltás előtti időszak azonban sokunkban még élő emlékként van jelen. Mi még emlékszünk arra az időre, amikor a szakmai előmenetel feltétele nem a tudás, hanem a pártagság volt. Amikor a hit gyakorlását nem nézték jó szemmel. Amikor meg kellett gondolnunk, kinek, mikor, mit mondunk. Amikor az is természetes volt, hogy két baráti, azonos táborhoz tartozó ország között szöges drótkerítés húzódott, és nyugatot a kelettől vasfüggöny választotta el. Amikor a szovjet hadsereg ideiglenesen hazánkban állomásozó alakulatai
hatalmas laktanyákban éltek hazánkban. Amikor a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy ünnepeinken, a nemzeti himnuszunk mellett egy idegen ország himnusza is elhangzott. A mi felelősségünk, hogy megismertessük az utánunk jövő generációkkal ezt az időszakot. Tudniuk kell, hogy a kommunizmus eszméje milyen értékrombolást végzett, és igyekszik még ma is a csápjait kiterjeszteni, romokat, káoszt hagyva maga után. Jól tudjuk, 1956-ban is voltak olyanok, akik szembefordultak a nemzettel, akik a forradalom felszámolása érdekében a szovjet megszállást kérték, akik idegen hatalomnak akartak megfelelni, kiszolgáltatva ezzel saját nemzetüket. Ez ma sincs másképp, nincs új a nap alatt. Ma is van, aki képes saját hazájával szembefordulni, akinek semmi se jó, de alternatívát nem nyújt. Olyan, aki képes saját nemzetét, hazáját elárulni, és akkor sem képes erről az útról letérni, ha a nemzete léte a tét. Ha felidézzük történelmünket, jól tudjuk, mi legfőképp magunkra számíthatunk. Hitünkre, egymásért érzett felelősségünkre, összefogásunk erejére támaszkodhatunk csak. Így volt ez 1956-ban is. A nyugat ugyan szimpátiával tekintett a szovjet megszállók és kiszolgálóik elleni küzdelmünkre, de a várva várt segítség elmaradt. Elengedték a kezünket, magunkra maradtunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1956-ban az emberek leverték a gyűlölt jelképeket, a kizsákmányolás szimbólumait, de nem fosztogattak, nem harácsoltak, nem önmaguknak, hanem a nemzetnek cselekedtek. Nem sodródtak az árral, hanem magasztos szívükbe égett célok vezérelték őket. Egy tiszta forradalmat vívtak a szabadságért. 1956 hőseinek elég volt csupán néhány napra, hogy megmutassák a világnak a hazugságra épített diktatúrát, az igazság és a szabadság erkölcsi erejével lehet legyőzni. A forradalmat ugyan szovjet segítséggel leverték, az azonban nem tűnt el nyomtalanul. Egy csoda volt. Csoda volt a megszületésében, a létezésében és a halálában is. A megszületésében, mert senki sem számított rá. Senki sem hitte, hogy ez a meggyötört kicsi nép képes lesz a bebetonozott rendszert alapjaiban megrengetni. A létezésében, mert fiúk és férfiak, lányok és nők saját életüket is képesek voltak feláldozni a szent ügyért. Ott is akkor emberfeletti erő lett úrrá a poklon. A leverésben, halálában is, hisz nem tűnt el nyomtalanul a megtorlás ellenére, máig itt van velünk a szelleme. Nekünk feladatunk, sőt, mi több, kötelességünk az emlékezés. Mi tudjuk, egy sodró erejű, tiszta célú és a magyarság önbecsülését visszaadó forradalom volt, melynek szelleme ma is kötelez. Rá kell ébrednünk mindnyájunknak az örök igazságra, hogy a pártok hovatartozástól, származástól, vagyoni helyzetünktől függetlenül mi itt, Európa szívében, elsősorban valamennyien magyarok vagyunk, sokszínűségünkben egy nemzet. Így vagyunk része
a nagy európai családnak. Csak így egy nemzetként összefogva védhetjük meg a szabadságunkat, függetlenségünket, egyidejűségünket. Csak egy nemzetként tervezhetünk magyar jövőt magunknak, táplálkozva a múltból, karöltve a jelennel. Ha letérünk erről az útról, elveszünk. Vas Albert soraival kívánok önöknek az 56-os hősök emlékéhez méltó ünneplést. Csak a vér s a nyelv tudja összetartani az embereket, s a közös múlt emléke. Ha ez megszűnik, fölbomlik a világ. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hajrá Magyarország, hajrá Komló! Ünnepi beszédet mond dr. Radó Bálint történész, a Nagy László gimnázium tanára. Igen, tisztelt polgármester úr, képviselő urak, tisztelt komlói ünneplők, hölgyeim és uraim! Miket mondok, nem történettanárként mondom, hanem történészként a Pécsi Egyetemen középkori tanszéken eszmetörténettel foglalkoztam 19 éven át hivatalból, és ezt az érdeklődésemet a mai napig nem feledtem. És 7 esztendőn át a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya megyei levéltárral van dolgoztam, láttam a forrásokat. Kísértet járja be Európát a kommunizmus kísértete. 1848. február 21-én vetette ezeket papírra Karl Marx és Friedrich Engels Londonban. Ez volt a kommunista kiáltványnak a legelső mondata. És úgy folytatódik, hogy a kommunisták kinyilvánítják, hogy céljaikat csakis minden létező fennálló társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetik el. Ez volt a fenyegetés, és megtartották a szavukat. Fenyegetés esetén mindig megtartják a szavukat. És ez a kísértet valóban bejárta Európát, sőt az egész világot. 100 millió áldozatot követelt szerte a világon, alsó hangon, és akkor csak a halálos áldozatokat tekintem, és nem a testileg, lelkileg, szellemileg megnyomorítottakat, a kettétört egzisztenciákat. A kommunizmus hivatalosan 1919-ben robbant be. Hazánkba. Aztán 1945-ben gyakorlatilag is, ott 48-ban az egypártrendszerrel, a pártfúzióval, egypártrendszerrel kiteljesedett. És mit adott, mit hozott ez a kommunizmus 1945, illetve 48 után ennek a hazának? Felszabadító, hős, nagy, dicső, győzhetetlen szovjet armádiát, vörös hadsereget, 100 000 számra megnyomorított, meggyötört, megfertőzött, eltört gerincű, meggyalázott, megerőszakolt nőket. Kastélyok kifosztásától kezdve, részegen elkövetett gyilkosságokon át, legalább 1 millió magyar, mert Nagy Magyarországban gondolkodva 1 millió egyes becslések szerint 1,5 millió magyar gulágra kurcolását. Málenki robotot 3 napnak hazudták, hosszú-hosszú évek lettek belőle, ha egyáltalán valaki hazaérhetett. 1,5 millió, 1 millió legalább, inkább 1,5 millió magyar. Mennyi szó esik erről? Igazából nagyon-nagyon kevés. És akkor még nem szóltam a 40, de egyes történészek szerint 70, inkább 80 ezer magyarról, akiket a kommunista titóista partizánok gyilkoltak meg nem olyan messze.
bestiális kegyetlenségek, kérem szépen csak egyet mondok, ott karóba húzások is voltak, és sok minden más. Ez is a kommunizmus számlájára írható. És irrandó. És hozott valóban polgármester úr által említett mindent behálózó, mondok, besúgó rendszert, padláslesöprést, lefüggönyözött autót, csengőfrászt, kényszerbeszolgáltatást. Hozott kalocsai női börtönt, Váci börtön és fegyházat, Andrássy út 60-at. Hozott recsket, hortobágyi kitelepítést, internálást, szegedi csillagbörtönt, dél-budai gyűjtőfogházat, Kozma utcaiknek is fogházat, és így tovább. Hosszan-hosszan lehetne sorolni. Mindez volt a hozadéka. És közben pedig nyomor, és teljes elnyomás, és a nemzeti öntudatnak teljes erőszakos elnyomása, elfolytása, és kicserélése, felcserélése valami természetellenesen, mert a természeti törvényt, a lex naturalis, a természeti törvényt tagadja meg, negligálja, hogy a teljességgel figyelmen kívül ez az eszmerendszer. Én eszmetörténész vagyok tehát, és ekként beszélek. És valóban, hogy polgármester úr is ért ezzel a fordulattal, 1956-ban egy nép azt mondta, hogy elég. Elég mindebből. És történelmet írtak. És hogy valaki jár a nagyvilágban, akkor a 70 és esetleg a fölötti korosztály nem magyarok, honnan ismerik Magyarországot? Mindszenty Józsefről és Puskásról, azaz az aranycsapatról, illetőleg az antikommunista szabadságharcról. Mert valóban történelmet írtak, rendkívülit alkottak. De szeretnék arra rámutatni, hogy ezekhez az 56 bármilyen ragyogó csillag nem önmagában lebegett ott valahogy a levegőben, ahogy a csillag sem csak úgy lebeg. Legfeljebb úgy látjuk, mert voltak előzmények, és egy nemzetközi kontextusban illeszkedik. Mert ez a kísértet, ez már megjelent a 18. században, és történészként ezt kell mondanom, hogy megjelent a 18. században, megjelent Robespierre-rel. Ott fél millió halott volt, és nem csak a király, meg a királyné, meg az arisztokrácia, a legegyszerűbb parasztól az összes kézműves embereken át parasztok kapászák. Elképesztő gyilkolás, és erre büszke ma a francia köztársaság. És innen eredezteti magát. És csodálkoznak, hogy mi történt múlt hét péntekén is, ma egy hete, Párizs egyik külvárosában. De folytatódik ez az eszmerendszer, ez a kísértet, valóban a 48-as februári említett kommunista kiáltvánnyal. Kérem szépen, ott van a Párizsi kommun, ott van Jászi Oszkár, és látom a levéltárban, mert visszajárok még azóta is az iratokat. Jászi Oszkár, el kell mondani, a magyarországi szabadkőművességnek a vezető alakja volt, a Martinovics Páholynak az első emberre. Mert ott vannak Martinovicsék is valóban, még a 18.-19. századfordulóján koruknak antifái. És ott van a Martinovics Páholy, és ott van Jászi Oszkár. És ott lesz Károly Mihály a maga nemzetvesztésével, és ott van Kumbéla, és ott vannak a Lenin fiúk. De ott van maga a bolsevik forradalom, nem kell magyarázni. És ott van a spanyol polgárháború a 30-as évek közepén. El nem tudjuk képzelni, hogy milyen gyalázatot követtek el, milyen gyilkosság sorozatot, milyen bestiális gyilkosság sorozatot a francia köztársaságnak. És igen, polgárháború volt. De mi mindig csak egy oldalról hallottunk, és hallunk azt, attól tartok a mai napig, akiért a harang szól, meg Guernica. De megnéznénk, hogy mit követtek el a spanyol köztársaságja. Tetszik, nem tetszik, ezt is ki kell mondani, hogy aztán 1956-ban egyetlen egy ország nyilvánította ki, hogy ő a Vörös Kereszt segélyezésén és minden egyebben túl kész katonai segítséget is nyújtani, és el is indulnak a csapatok, és ez Franco tábornok Spanyolországa. Mert ők tudták a 30-as években, hogy mit jelent ez. A 30-as évekből. Ez is történeti tény, nem kellett tagadni. 1956-ot szokták emlegetni mostanában, hogy valahogy előkészítették. Mert titkos szolgálati előkészítés is volt. Több, mint valószínű. Mert az ilyen forradalmakat elő szokták készíteni. Ez nem csak a népből jön. Csak a nép vevő rá.
Kérdés, hogy milyen irányba megy. Azért, mert esetleg előkészítették titkosszolgálatilag, és bizonyos szovjet hadosztályok már mozgósítattak október 23-a előtt is Kárpátalján. Igen. De ezért akkor ne legyünk rá büszkék, dehogy nem. 1456-ra is büszkék vagyunk, a Nándorfehérvári diadalra. Miközben később ugye Nándorfehérvár elvész. És ugye kitört a Pest is, meghal első kormányzónk Hunyadi János augusztusban, és a mai napon halt meg. Ezért az egyház mennyei égi születésnapját ünnepli Kapisztrán Szent János. 1456. október 23 meghal Kapisztrán János, és eltelik 500 év, pontosan fél ezer esztendő után kitört Budapesten. Én azt mondom, az antikommunista szabadságharc. Hát az Úristenben egyetlen egy pont van, és minden egy pontban egyesül, és ugyanakkor kiterjed. Október 23-a. És ez a nép azt mondta, hogy elég volt. Elég volt nem csak Budapesten, és azt mondom a Székesfővárosban, mert nekünk valóban vissza kell helyezkednünk arra a kommunizmus által félredobott szellemi, erkölcsi, lelki, alapvetően szakrális talapzatra, amit a Szent Korona egysége jelent. Mert 1956 sem csak Csonka Magyarországon létezett. A megtorlás is legalább olyan gonosz és kegyetlen volt, például Erdélyben, errefelé. Ez szóval nem csak Budapesten, vidéken, Pécsett és Baranyában, hanem itt Komlón is fegyvert fognak. 23-án, október 23-án még csak érzékelik, hogy Budapesten milyen események zajlanak. 24-e, 25-e is még egészen békésen telik, meg szervezik a munkástanácsokat, és 26-án délután, illetve este, kora este, köpönyösen fenn a Petőfi téren, most kell megtanulnom, azt hiszem, az köpönyös Petőfi téren, ott van az első atrocitás, kivonul a rendőrség, és kövekkel megdobálják őket a tüntetők. Egyszerű munkás, kétkezi bányász emberek. Nem tudták, hogy mi zajlik, csak azt tudták, hogy elegük van. Elegük van ebből az egészből. Mert ez nem megy így tovább. Ez embertelen. Nem biztos, hogy megfogalmazták, hogy istentelen, de érezték, hogy természetellenes. És isteni és természeti törvény egy és ugyanaz. Természetellenes. Mert, és ezáltal emberellenes. Mert a mi Isten ellenes, az ember ellenes is egyúttal. 26-a, 27-e, 28-a még... Ja, bocsánat, és 26-án este ugye az első sor halálos áldozat a pártház előtt. És vannak, akik vitatják, hogy nem a pártházból lőttek ki, hanem a tanácsházáról, a városházáról. Ezt sem tudjuk pontosan. 27-e, 28-a, nemzetőrség megszervezése, hadd ne mondjam végig. Igazán nagy fordulat 29-én, igazából és egészen pontosan 31-én következik be. Akkor lehet azt mondani, hogy Komlón 31-től tényleg a felkelők vették kezükbe egyértelműen már az irányítást. De már ott van a széthúzás, mert most miként álljunk ellen? És van, aki már amikor érzékeli, hogy jön a szovjet, akkor inkább szaladjunk el és tegyük le a fegyvert. És van, aki azt mondja, ez a Turner István egyébként, korábbi hadseregnek a századosa volt, aki azt mondta, nem, az utolsókig ellenállom. És aztán ide vezérik közben, ugye tudjuk, a nagyatáti lövész ezredet, a rendőrség. Bonyhádról mennek Pécsre, szabadságharcosok, azoknak a feltartóztatásában mind a nagyatádiak, mind a rendőrség részt vesz, de ekkor ezek már elcsitultak. 31-től tényleg a felkelők viszik az irányítást. De már is ott van a bukás lehetősége. Hogy gondoltak-e rá, nem tudom. Vélhetően Turner István sejtette, mert neki volt, százados volt tapasztalata, és nem voltak valószínűleg kétségei. De küzdöttek. És újra megpróbálják kiszabadítani ugye azokat a politikai foglyokat, akiket Béta aknán dolgoztattak kényszermunkára. És többször megfiúsul, és aztán sikerül. És ne feledkezzünk meg a mecseki láthatatlanokról sem. Nem csak pécsiek voltak ők, Komlóról is. Tehát miután láthatatlanok, egyébként a kommunista hatalom, a kádári hatalom nevezte el így őket. Ők sokáig nem is szerették, vagy valószínűleg a mai napig, akik még egyáltalán élnek közül, nem szívesen használják ezt az elnevezést.
láthatatlanok. Valóban gerilla módszerekkel harcoltak. Tudjuk, hogy Kornyus Inyőr nagyot és valahol Pécsen vélhetően kilőtték. Mert aztán eltűnik ez a Kornyusi, és nem tudjuk, mi lett vele. Dömörkapu, mecsekkapu, tetje, de hát ezek pécsi események. Itt a közeli Bános vágott puszta, vagy itt van ugye Pécsvárad, itt a mecseken is. Legyünk erre büszkék, legyenek önök büszkék, én pécsi vagyok. De most itt dolgozom szeptember óta. Igenis, Komló is, és egyáltalán a mecsekiek kivették bőséggel a részüket ebben. Sokkal tovább, mert november 4-ét tartjuk számon, úgy, mint a szabadságharcunk meg a hivatalos leverését. De 10-valahányadikáig, valaki mondja 18-20-21-ig még vannak harcoló csoportok a mecsekben. Legyenek ők akkor a mecseki láthatatlanok, a mecseki szabadságharcosok. 1956 üzenete. Tehát az, hogy ez a nép, ez a nemzet, valóban nemzetként a zsarnokság ellen föllépett egységben, a megosztottság dacára. És azt mondta, hogy igen, van ez a gólem, ez a rettenetes fantom, ez a rettenetes kísértet. De embertelen, és ezáltal magyartalan is az, amit ez hozott nekünk. És nem tűrhető. Táplálkoznunk kell belőle. Sok mindenből lehet, hát 1956-ban aztán végképp. Nemzeti immunrendszerünket kell vele megerősíteni. Itt van ez a világjárvány, egyébként minden először. Az is egy globális jelenség. Hát a kommunizmus kísértette is, mint láttuk, globális jelenség lett. Meg ne gondoljuk, hogy csak itt, és Európának ebben a részében volt kommunizmus. Máshogy hivatalosan nem. De tudjuk jól, hogy ott voltak a kísérletek, a kísértett kísérletei. Emlékszem még gyerekkoromból, Bader-Meinhof terrorcsoport. Ulrike Meinhof, Andreas Bader, hogy ünnepelték ezt a Vörös Hadsereg frakció, ami a németeket illeti, amit hogy Németországot. És az ott van a Vörös Brigádok az olaszoknál, Aldo Morótól kezdve. De nem kell messzire mennünk. Vagy olyan közösségnek vagyunk a tagjai, amelynek a vezetője, az előző vezetője éppen, 2 éve Marx szobrot avatott. Meg aztán azóta Lenin szobrot is avattak. Ez olyan, mint hogyha mondjuk, de tényleg olyan, mint hogyha mondjuk Izraelben, vagy olyan szövetségben, amelynek Izrael része, bár ők nem nagyon részei Izrael állam, mondjuk Hitler szobrot avatnának, és nekik ezt el kellene tűrniük. És Marx szobrot avattak. De nézzük meg a híradásokban, hogy mi zajlik Chilében. Nem minden híradásban van benne. Chilében égnek a templomok, most ezekben a napokban. Ezen a héten is fölgyújtottak 2 templomot. És kifosztják, és az antifa csőcselék ott örjöng és tapsol, és tényleg leég. Ez, erről tudható, hogy tényleg fölgyújtották. Más templomokról nem mindegyikről, csak lehet gondolkodni, hogy vajon miért égett, és égett le. És ott volt Pol Pot is, meg Che Guevara, és Che Guevara pólóban járnak a fiatalok, és nem tudják, hogy ki volt ő. De még Tito pólót is láttam, Titót már emlegettem. Kérem szépen, hogyha 100 évvel ezelőtt Pécsett megszállás volt, 33 hónapon át tartott, 1918. november 14-től 1921. augusztus 21-22-ig. Szerb megszállás. Károly Mihály aláírta a Belgrádi konvenciót, és ott voltak. És ott volt Hajdú Gyula, és ott volt Linder Béla, pécsi polgármester. És hogyha az ő pártjuk, meg Dr. Sándor pártján, és Dr. Sándor pedig a pécsi Irányi Dániel Páholynak volt a nagymestere, hogyha rajtuk múlik, ott vannak a dokumentumok a levéltárban, a Király utcában Pécset, a Színház téren, és meg lehet nézni, ingyenesen be lehet iratkozni. Ha rajtuk múlik, akkor én most Pécsről érkezvén, külföldről, egyesek szerint külföldről jöttem volna önökhöz. Mert bizony akkor már Szerbia részei vagyunk. Mert könyörögnek ennek a fantomnak a képviselői, ennek a nem létező valaminek a képviselői, állítólag nem létező valaminek a képviselői, hogy csatolják az SHS királysághoz, a szerbek, horvátok, szlovének királyságához, Pécset, Mohácsot, Siklóst,
Szigetvárt, Parcsot, Pécsváradot, Bátaszéket, Baját és Újszegedet. És ez lett aztán 29-től a cári királyi Jugoszlávia, majd ezt az elvetelhetes titoista Jugoszlávia. Akkor én most külföldről jöttem volna. Na közés lennének, akik rám azt mondanák, hogy szerb vagyok. Holott nem az vagyok. Volt egy nagyon kedves tanítványom, szerb Kópa volt. Nagyon-nagyon jól kijöttünk egymással. De én magyar vagyok. Ez a fantom, ez kísért. Ez a kísértet itt van. Vigyázzunk, és erősítsük az immunrendszerünket. Mert ahogy annak idején az 56-ot megelőző 8 évben, 48-szor számítva, népi demokráciát hazudtak, miközben a legsötétebb, legkegyetlenebb elnyomású diktatúra volt, képesek pont a fordítottját is hazudni. Mert megnézném majd azt, megnéztem volna, hogyha valaki kiáll egy alföldi városnak a főteré átbeti hangulatban, ugye, decemberben 18-ban, gimnazista, érettségi előtt, és azt mondja, hogy innen üzenem annak a bajszos, lépjem hátrébb egyet, és nem idézem. És ezt a diákrát nem, hogy kirúgják a gimnáziumból, és mindenfajta közoktatás intézményből örök időkre eltiltják, hanem még képviselőnek is előtték, aztán persze ejtették. És itt tartunk. És ha ezt mondjuk, hogy itt diktatúra van, akkor az ifjúság elhízi, hogy ez diktatúra. Mert ahol diktatúra van, kérem szépen, ezt szoktam mondani, és nem politizálni, csak ennyit mondani, ahol diktatúra van, ott nem lehet mondani, hogy diktatúra van. Kísértet járja be Európát, és az egész világot. Nem csak Chilét. Ezt még hagyd mondjam el, Németországban kislányommal jártam 2 évvel ezelőtt, régi NDK-s Szász barátok. Saját kertjében a Dietrich bácsi, mert 14 éves koromban láttam először. Nyugdíjas, nem kell féltenie az állását. Jó nagy telke van, messze volt a kerítés, sehol egy szomszéd, normál hangon beszélgetünk, és amikor elkezdi a politikát megpedzeni, halkra vált. Iszák, ezt a helyzet. Csak halkan mondom. Mert nem meri mondani. Mert itt van ez a kísértet. Úgyhogy éljünk 1956 örökségéből, éljünk a hősöknek a példájából, köszönjük meg nekik és az Úristennek, és az Úristen is irgalmazó mindnyájunknak, erősítsük immunrendszerünket 1956-tal is. Köszönöm, hogy meghallgattok. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Hirdetik az október 23-ai eseményekre emlékezve óriás plakátjaink a város közéletein. Berzsenyi Dániel soraiból, melyek az események előtt több mint 100 évvel íródtak, kitűnik, hogy a magyar nép elszántsága és szabadságvágya különleges adottságunk, melynek történelmünk nagy pillanatait köszönhetjük. Ünnepünket az alkalomra szerkesztett táncos színpadi játékkal folytatjuk. A 45 táncműhely évek óta emeli a városi rendezvények színvonalait. A Takács Judit Móki vezette csapat a tánccal, zenével idézi fel régi és újkorok meséit, történeteit. A táncosok száma évről évre bővül, a következő előadásban is láthatják az egészen ifjú táncosokat, és a rutinos felnőtt tehetségeket. A generációk találkozása a következő produkcióban is kiemelt szerepet fog kapni. Kérjük, hogy az előadás élvezhetősége érdekében ne használjanak vakut, ne készítsenek fényképet, videófelvételt. A darabról fotót és videót is készítünk, ami mindenki számára elérhető lesz. Kérjük, hogy a jelenetek között ne zavarják meg tapssal a műsor folytonosságát. Most pedig kérem, tekintsék meg megemlékező műsorunkat Kedves Naplom címmel a 45 táncműhely előadásában.